Jó estét kívánok! Ma sajtótájékoztatón számoltak be arról, hogy a jövő héten ugye öttös a junior világbajnokságot rendez majd Székesfehérvár. A sokak által várt esemény előtt azonban itt szűkebb kis hazánkban, a Velencei tó partján, egészen konkrétan Velencén a hétvégén a legjobb U23-as triatlonisták randevúznak Európából, mert ugye az U23-as triatlon Európa bajnokságot rendezik Velencén majd szombaton, másnap egyébként pedig utánpótlás országos bajnokságnak ad majd otthont a helyszínt. A vendégeink a mai bajnokok városában pedig Szabó Zita, a Magyar Triatlon Szövetség főtitkára. Szervusz, üdvözöllek a műsorban. Köszönöm szépen a meghívást. Illetve Dévai László, aki az Alba Triatlon Ese vezető edzője, de tulajdonképpen most részben, mint büszke apuka is ül itt velünk a stúdióban, mert hogy Márkó fiad indul ugye a hétvégén. Szervusz, köszöntelek téged is. Köszönöm szépen a meghívást is. Számomra az első kérdés, ami felvetődött, amikor megláttam, hogy itt lesz hétvégén az 23-as triatlon Európa bajnokság, hogy miért pont Velence, mert hogy ugye van verseny, meg volt is verseny Velencén, amit többek között a fehérvári Iron Team-ese szervezett, de ugye ők kifejezetten hosszú távú versenyt rendeztek, meg ugye az Extreme Man Nagyatádnak is van itt egy felvezető állomása május végén, de hogy országos bajnokság sem nagyon volt még. Hogy került ide éppen Velencére az U23-as EB? El Simon országgyűlési képviselő úr egyeztetett Bátorfi Béla elnök úrral, az MTS elnökével, hogy a terület sportfejlesztése érdekében van-e lehetőség arra, hogy a terület és a Magyar Triatlon Szövetség valamilyen szintű együttműködése kialakuljon. Ugye tudunk róla, hogy úszoda fejlesztés van Velencén, a kerékpáros élet fejlesztése folyik, és ebbe kapcsolódnánk mi be. És ennek az első lépése volt az, hogy megvizsgáltuk, hogy van-e lehetőség Velencén nemzetközi eseményt rendezni. Azt el kell mondanunk, hogy a tó kiváló és gyönyörű helyszínt biztosít számunkra. A város ugyan pici, de volt már itt triatlon verseny, úgyhogy igazából nagy problémák nem merültek föl a tervezés során, és végül úgy döntött a szövetség szakmai vezetése, hogy jó helyszín lenne egy Európa-bajnokságnak Velence. De Laci szakmai szemben gondolom a pályát azért ismeritek, mert hogy ugye a nagyobbik fiad Márko, aki Tiszaújvárosban ugye a világkupán 7. helyen végzett, ugye hétvégén indul majd, szakmai szemmel milyen a velencei pálya? Hát nagyon technikás lesz, úgyhogy nagy-nagy izgalommal várom. Hál' Istennek, miután elérhető volt, már egy ideje elérhető a pályarajz, így néhány edzés már meg is ejtettünk ezen a hétvégi versenyhelyszínen. Hát nem lesz egyszerű, tehát elég technikás lesz, de nagyon szép helyen van valóban. Tehát azért Velence szerintem azt gondolom én is, ahogy a főtitkár asszony is mondta, megfelelő helyszín lesz egy ilyen versenynek. Mire számíthatunk a mieinktől a hétvégén, mert hogy ott lesz, vagy említettük Márko, aki kiváló eredményt ért el például a Tiszaújvárosban, felnőtt mezőnyben, de ugye indul meg Bicsák Bence, aki amellett, hogy megnyerte a Tiszaújvárosi világkupát, ugye tavalyról van neki egy U23-as világbajnoki bronzérme, és olvastam egy interjút, ahol a szövetség részéről azt, hát nem is várják, de hogy azért valamiféle elvárás, vagy hát nagyon jó lenne, hogyha a VB bronz után itt az EB-n azért nem csak dobogóra állna. Hát ez nyilvánvalóan ez a Bencének a feladata. Én megmondom őszintén, mint volt versenyző és edző, a legeslegfontosabb, hogy ő saját maga elégedett legyen a szombati teljesítményével. Hogyha ez a teljesítmény, ez a győzelemhez fogja vezetni, akkor nagyon boldogok leszünk, de hogyha nem ér dobogót, mert annyira szoros lesz a mezőny, akkor sincsen semmi baj. Én azt szeretném, hogy ő elégedett legyen ezzel a teljesítménnyel. Nyilvánvalóan, valóban mind a női, mind a férfi mezőnyben van dobogó esélyünk, és a mixváltó is dobogó esélyes. Én úgy hiszem, hogy 23-as Európa-bajnokságra soha nem ment ilyen erős csapattal a Magyar Triatlon Szövetség, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni a hétvégén. A hölgyeknél gondolom Bragmaier Zsani, az aki, vagy Zsanett, aki elérhet, odaérhet a dobogóra. Igen. Rendkívül kemény időjárás várható, úgyhogy szerintem a papírforma elő fog, tehát valószínű a papírforma borulni fog,
nem csak egyszer. Úgyhogy kíváncsi vagyunk rá, hogy mi fog történni. Bízunk benne, hogy a saját versenyzőink fel lesznek készülve erre a különleges időjárási körülményre. Nem most a napok óta az valaci, gondolom, alapvetően annak örülni, hogyha Bicsák Bence szerezne egy nagyon értékes ezüstérmet, és mondjuk Márkó nyakába kerülhetne az aranyérem. Hát én szakmai szemmel leginkább annak örülnék, hogyha mindenki azt az eleményt érné el, aminek legjobban örül. Tehát igazándiból én azt gondolom, hogy miután ráadásul a meleg mellett még, ugye az is közbeszólt, hogy miután van egy kerékpározás a triatlonban, így innentől kezdve valamilyen szinten technikai sportágá vált, tehát ott is bármi történhet a kerékpározás közben, és akkor hiába a jó forma, hiába a nagyon jó felkészülés, akkor onnantól kezdve megint, hogy borul a papírforma. Én is azt gondolom, hogy ha mindenki úgy fogja befejezni a versenyt, hogy mindent kitett magából, és teljesen 100%-osan letette magát, és ennyi volt benne, és az csak a tizedik helyre lesz elég, akkor én azt gondolom, hogy akkor le a kalappal mindenki előtt, és mindenki megtette azt, amit tudott. De hogyha így gondolkodunk, akkor hát persze, mint szülő, meg mint edző, igen, azért azt mondanám, hogy jó, akkor így rendben van, de hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. Szóval mire számíthatunk? Abból a szempontból a hétvégén, hogy ugye Tiszaújvárosban, a felnőttek mezőnyében ugye Márkó elúszott az elejével, aztán el tudta egy kicsit biciklizni, de utolérték őket, a végén pedig Bence nagyon nagyot futott. Ahogy én olvastam az Európai Szövetség honlapján ma még, ugye a Tiszaújvárosi táv duplája lesz, tehát olimpiai távon versenyeznek majd a résztvevők. Mire számíthatunk? Én elkezdeném az elejét, a hivatalos tájékoztatást megkaptuk az Európai Szövetségtől. A Medical Team és a Technikai Bizottság döntött arról, hogy a rendkívül magas várható hőmérséklet miatt nem engedi, hogy az U23-as versenyzők olimpiai távon versenyezzenek, ezért sprint távon kerül megrendezésre az EB. Ez egy tegnap délelőtti döntés, tehát nem véletlenül nincsen még hivatalosan kint az ETU oldalán, de már minden versenyzőt értesített a szervezőbizottság, hogy ilyen változás történt. Úgyhogy ez egy kicsit átalakítja, gondolom, az edzők és a versenyzők taktikáját is, és átadnám a szót a közvetlen érintettnek. Hogy ez akkor mennyiben befolyásolja a terveket? Igazándiból miután a Márkónak erőssége az úszás. Tehát ő most már képes arra, hogy elit versenyzőkkel, világ elit versenyzőkkel is kijöjjön a vízből. A múltkor voltunk Pozsonyban U23-as Aquatlon Európa bajnokságon, ahol az eliteket az U23-asokkal együtt indították, és a Richard Vargával egyszer jöttek ki a vízből, aki köztudottan a világ egyik legjobb triatlonos úszója. Én azt abban bíztam, és azt szerettem volna, és arra is készültünk, azért az 1500 méter az szétfogja az irány a mezőnyt elég rendesen. Bár nagy úszó nevek nincsenek ebben az U23-as mezőnyben, de mégis attól függetlenül egy 6-8 embernek meg lett volna a szansa arra, hogy szökjenek kerékpáron, és ez miután egy elég technikás kerékpáros pálya lesz, és simán benne lehetett volna ebben a dologban, de a döntésnek is örülünk, hogy rövidebb lesz a táv és sprinttáv lesz, mert ha véletlenül úgy alakul, hogy futóverseny lesz a vége, ami mostanában elég sok triatlon versenyé van, akkor se fogunk megijedni, mert azért most a Tiszaújvárosi Világkupán a Márkó bebizonyított, hogy futni is tud, ott is ez volt, sajnos nem sikerült a szökés, leszálltak egyszer 25-en a kerékpárról, és mégis egy hetedik helyet össze tudott hozni, tehát most már azért ott is nagyjából próbálunk ott lenni, és ott is vagyunk. Most hallottuk akkor, hogy mondjuk Dévai Márknak miért nem annyira jó. Ha a teljes egészét nézzük a magyar csapat szempontjából, akkor ez a döntés, ez mennyire hathat pozitívan az eredményekre, akár mondjuk Bicsák Bence esetében, akár Magyar Zsanett esetében, akikről ugye Márkó mellett éremesélyesként beszélünk. Ma reggel egy sajtótájékoztatón találkoztam a két versenyzővel, és én kérdeztem őket. Igazából mind a ketten azt mondták, hogy nekik teljesen megfelelő a sprinttáv is. Én úgy gondolom, hogy Jeanette-nak inkább kedvez. A Bence most olyan helyzetben van, hogy neki aztán tényleg mindegy. Annyira jó állapotban van, és mind a két távon mutatott már kiváló teljesítményt az idén, hogy ő tényleg hátradőlve várhatja a versenyt, akármi történik, ő tényleg éremesélyes és nagyon jó formában van. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy alapjában véve minden versenyző, mivel meleg van, mindenkinek jól jön az, hogy nem két órán keresztül kell 40 fokban versenyezni. Nem hiszem, hogy egyetlen egy magyar versenyző is sírva fakadt ettől a döntéstől, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenki föl van készülve erre a rövidebb távra is.
az időpontunkban van-e akkor ezáltal módosulás, mert hogy amit én láttam, ott még 13 óra volt a lányok rajtjának írva, azért ami 40 fokos hőségben nem éppen ideális, a fiúk egy picit később, hát 17 órakor sem feltétlenül leányálom teljesíteni a távot. Annyit változott a dolog, hogy a nemzetközi szabályoknak megfelelően kell elhelyezni a két rajtot egymáshoz képest, és volt lehetőségünk hátrébb tolni a női versenyt, úgyhogy most 3 órakor és 5 órakor lesz a két rajt, tehát a nők 3 órakor, a férfiak pedig 5 órakor fognak versenyezni. Említettél még valamit egy néhány perccel korábban, hogy ugye még soha ilyen erős csapattal nem állt oda a Magyar Triatlon Szövetség egy úszó 3-as versenyre, és én is valahol picit ezt látom, és kíváncsi vagyok a véleményedre, vagy igazából a véleményetekre, hogy én azt látom, hogy most talán van arra lehetőség, hogy olyan versenyzőket tudjunk kiállítani Euróbajnokságokon, világbajnokságon, világkupákon, vagy ugye a világbajnoki sorozatban, akik nem csak egy-egy eredménybe beleszaladnak, és abból, hát bocsánat a kifejezésed, de megélnek évekig, hanem mondjuk adott esetben stabilan ott tudnak lenni a világ elejében, hiszen én azt gondolom, annak van érték, hogyha valaki stabilan ott tud lenni, mondjuk a világ legjobb 10 versenyzője között, és mondjuk egy olimpia előtt arról tudunk beszélni, hogy na adott esetben akkor itt lehet egy jó eredményt elérni, egy legjobb tizet, vagy akár egy pontszerzést. Hogy látjátok, tényleg jól látom, hogy van most arra esély, hogy mondjuk Tokióban már, vagy esetleg 4 évvel később tényleg legyen komoly szanszunk? Hát én ezt egy kicsit előrébb kezdeném el ezt az egész választ megválaszolni, vagy kérdést megválaszolni. Tehát így igazából arról szól most a történet, hogy egy elég komoly koncepció van a versenyzők felkészítésére, ez az egyik. A másik, hogy ez a kormány adott támogatást. Tehát mondjuk az én időmhöz képest, tehát hogy 10 évvel ezelőtt, hogy milyen támogatással rendelkezett a Triatlon Szövetség, és most mivel rendelkezik, óriási különbség. Az nagyon-nagyon örvendetes, hogy a rendelkezésünkre álló forrásokat sikerült úgy felhasználni, hogy ez eredményben is megnyilvánul. Azaz valóban vannak olyan versenyzőink, akik nemzetközi porondon képesek eredményt elérni. Tehát 2014 óta nem volt olyan év, ahol nem volt nemzetközi világversenyről érmünk. Előtte szerintem 10 évig jó, hogyha volt egy. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokat léptünk előre, de ez nyilván annak köszönhető, hogy a rendelkezésre álló forrást támogatjuk a versenyzőket, és sokkal biztosabb a felkészülésük, sokkal nyugodtabb a felkészülésük, a szakmai szempontok szerint tudjuk őket edzőtáboroztatni és versenyeztetni, ami úgy idáig nem volt meg, és lehet látni, hogy hol vezet ez. Az még egy plusz pozitívum szerintem, hogy most ért bele a szakmai stáb, most tanulta meg a Magyar Triatlon Szövetségben dolgozó szakmai stáb, hogy hogyan lehet elérni eredményt a triatlon sportágban. Ugye ez 10 évvel ezelőtt ezért sokkal kevesebb szakember volt Magyarországon, most sokkal több van, ezek a szakemberek nyelveket beszélnek, tudnak kommunikálni a sikeres felkészítő edzőkkel, információt cserélni. A Nemzetközi Triatlon Szövetség is rendez 2 évente edzői továbbképzéseket, tudományos konferenciákat, tehát hogy sokkal több információval rendelkezünk. Ez az egyik, az edzői oldalról, és az, hogy a háttér, tehát az egészségügyi háttér is sokkal, de sokkal megoldottabb már most. Tehát a versenyzők felkészítésében az a határ, ameddig el tud menni egy edző, az kitolódott azért, mert az egészségügyi stáb és a rehabilitációs stáb tudja segíteni a munkáját. Tehát meg kell mondanunk, hogy ez főként annak köszönhető, ez a látványos erőlelépés, hogy van forrás arra, hogy a versenyzőket felkészítsük és versenyeztessük. Akkor jól értem, ma már mondjuk a 10-15 évvel ezelőtti állapotokhoz képest, hogyha valaki ügyes, tehetséges és szorgalmas, de mondjuk nem rendelkeznek a szülei olyan anyagi háttérrel, amivel mondjuk
utaztatni tudja a szülő a saját pénzén a gyereket edzőtáborba, versenyre, stb., akkor is van esély arra, hogy elérjen eredményt, mert a szövetségben van annyi forrás, hogy adott esetben egy serdülő ifjúsági juniorkorú versenyző hóna alá nyúljon és úgymond szponzorálja. A serdülő utolsó évtől ifjúsági korosztály az teljes egészében, tehát hogy az a 15-16 éves korosztálytól a Magyar Triatlon Szövetség az összes tehetséges és eredményeket elért versenyzőt már kiemelten támogatja, edzőtáboroztatja külföldön, és megvan a jövőkép. Tehát hogy ami régebben azért lássuk be nem nagyon volt meg, most már megvan. Ettől függetlenül lássuk be, nem egy olcsó sportág, tehát hogy valóban van egy hatalmas teher mind a szülőkön, mind az edző, a felkészítő klubokon, hogy azért 15 éves koráig a versenyzőt valahogy el kell juttatni, és el kell juttatni arra a szintre, hogy a Triatlon Szövetség át tudja vállalni a költségeknek a nagy százalékát. Az a szerencse, hogy nemzetközi versenyeztetés 15 éves korig nem nagyon van, úgyhogy legalább ez a teher nem nyomja a klubok és a szülők hátát, de azért lássuk be, a kerékpárral utazgatni az országba se nagyon olcsó. Úgyhogy nem könnyű, de most legalább van egy jövőkép, mert a tehetséges gyerekeket valóban föl tudjuk karolni, és el tudjuk juttatni a tehetséges gyereket a nemzetközi évvonal szintjéig, mert tudjuk támogatni a felkészülésen. Laci, van edzőként, aki ugye Risztov Évával is dolgozott együtt, te hogy látod, van annak tényleg realitása, amiről én beszéltem néhány perccel korábban, hogy mondjuk Tokióban vagy 4 évvel később úgy tudjon oda menni a magyar csapat, hogy éremesélyes egyéniben vagy akár ugye a újonnan fölkerülő mixváltóban? Szerintem hosszú távon gondolkodva mindenképpen van. Elég, ha csak azt nézzük, hogy a Riói olimpián 4 tagú volt a magyar küldöttségünk, a triatlonos küldöttségünk, Vanek Margit, Kovács Zsófi, Tóth Tamás és Valdmunk Gábor személyében, és ha jól tudom, akkor soha nem volt még 4 tagú csapatunk olimpián. Volt Sydneyben három nő, egy férfi, most volt először 2 férfi. Tehát azért, tehát én azt gondolom, hogy ebből is azért látszódik, hogy, és az eredményekből, az elmúlt években elért eredményekből is látszódik, hogy egyértelműen előre lépés van. És az előre lépésnek a legvégső sportban a legvégső lépcsőfok az olimpia, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez is meg lesz majd hamarosan. És mennyire, hogy látod, mennyire igaz az, amit Zita mondott, hogy ennek ez nagyban köszönhető az anyagi forrásnak, és annak, hogy nagyon sok a szakember, vagy mennyiben jött ki most mondjuk egy olyan generáció még tehetségesebb, mint a korábbi? Szerintem a tehetség az mindenkiben ott lakozik, és 10 évvel ezelőtt is ott lakozott, és 20 évvel ezelőtt is. Tehát nem hiszem, hogy genetikailag annyit változott volna a magyar népesség, hogy itt most csúcssportolók szülessenek néhány éve. Mindenféleképpen, ahogy te is említetted, azok a sportolók, amit, ahogy fogalmaztál, azok a sportolók vannak jobban jegyezve, akik mondjuk a top 10-be, én inkább azt mondanám, hogy a top 20-ba benne vannak, de akár még triatlonban beszélhetünk szerintem a top 30-ról is. És ezt csak úgy lehet elérni, hogyha mindig ezekkel vagy próbálunk minél többször ezekkel a top versenyzőkkel együtt versenyeztetni gyerekeket. Tehát, hogy ebbe éljenek, ezt lássák, hogy ott milyen a dinamikája egy ilyen versenynek, hogyan kell odaállni, meg lehet verni azt a sportolót is, akit eddig csak a tévéből láttam, vagy a videón láttam, és ott szurkoltam neki, és most ott van előttem, és olvasom a mezén a nevét, és hopp, megelőztem, és tehát szerintem ez a versenyeztetés az azért egy elég tetemes teher anyagilag, és nagyon nagy segítség, amit a Magyar Triatlon nyúlt ebben, mert így lehetővé válik az, hogy a gyerekek ezekkel a top versenyzőkkel együtt versenyezzenek, és oda nőjenek bele. Ugye beszéltünk ma már az utánpótlásról egy picit, hiszen ugye 23-as EB lesz majd a hétvégén, most beszéltünk ugye az olimpiáról, ami tényleg az egésznek a csúcsa, tehát és ugye egy sikeres sportág, ugye 3 részből tevődik, összesen csúnyán fogalmazzak, hogy az élsportból, az utánpótlásból és a tömegbázisból, vagy a tömegsportból, az amatőrökből, és hála Istennek én ebben is egy nagyon komoly előrelépést látok. Ugye a triatlont, hogyha Magyarországon megnézzük, akkor 90-es évek elején volt egy nagyon komoly felfelé ívelő ága, és nagyon-nagyon sokan csinálták, meg rengeteg néző volt. Aztán ott a 90-es évek vége felé, 2000-es évek elején, amikor egyébként olimpiai sportág lett a triatlonból, akkor mint egy picit hanyatlott volna, de most azt látom, hogy az ember léptennyomon belebotlik egy triatlon versenybe, egy triatlonistába, szóval, hogy ez is egy nagyon nagyszerű dolog. Ez minek köszönhető?
Hát szeretném azt mondani, hogy a Triatlon Szövetség áldásos munkájának köszönhető, de igazából be kell látni, hogy a Triatlon Szövetség a szakmai munkát, a versenyszervezéssel kapcsolatos szakmai munkát és a szakmai standardokat az most kezdi felépíteni, pont ugyanebből az okból, hiszen olyan sok versenyző jelent meg a hazai eseményeken, hogy ezt meg kell tenni. Tehát biztonság technikai szempontból lényeges, hogy ezzel foglalkozunk. Bocsánat, közben van arra szám, hogy ma hány igazolt versenyző? Hogyne. Van, aki csak napi licenszet vált mondjuk? Nagyjából tudjuk, hogy milyen számról beszélünk? Igen. A Magyar Triatlon Szövetségnél nem lehet már kiváltani napi licenszet. Évente egyszer mindenkinek, aki versenyezni akar, ki kell váltani a licenszet. Most már pontosan az idei évtől minden esemény. Minden a Magyar Triatlon Szövetség égisze alatt rendezett eseményen ki kell váltani a licenszet. Ez egy egyszeri díj, ezért a versenyzők egy balesetbiztosítást is kapnak, tehát hogyha az eseményen történik velük valami, vagy a felkészülés során történik velük valami, akkor a biztosítás ezt fedezi, legalábbis segítséget nyújt ebben az esetben. Körülbelül 5000 licenszünk van 2017-ben, amiből olyan 3500, aki amatőrként váltja ki a licenszet. Én most, ha csak a saját emlékeimben kutakodok, akkor ez legalább egy 10-szeres szám a 11-2 évvel ezelőttihez képest. Igen. Tehát, hogy egy kicsit visszatérve a kérdés első részére, hogy minek köszönhető, nyilvánvaló, hogy az elhivatott versenyszervezőknek köszönhető, akik minden évben annak ellenére, hogy semmilyen támogatást nem kaptak, csak kifejezetten a sporták szeretetéért megszervezték a versenyeket, és ezzel beoltották a triatlont az amatőr versenyzőkbe, és ez a szeretet ez egyre inkább erősödik. Kicsit változik nyilván az elvárása a jelenlegi versenyzőknek, tehát aki jelenleg el akar menni triatlon versenyre, ő már szolgáltatást is vár. Tehát, hogy az, ami 1990-ben kiváló szolgáltatásnak minősült, ez 2017-ben már nem az. Úgyhogy ezért is kellett a Magyar Triatlon Szövetségnek a standardokat fölállítani, és a 2018-tól elég komoly változások várhatók annak tekintetében, hogy hogyan lehet versenyt rendezni, milyen képesítéssel lehet versenyt rendezni, az engedélyeztetéssel kapcsolatos felülvizsgálat hogyan történik. Tehát, hogy megpróbáljuk ezt egy kicsit mondjuk úgy magasabb szintre emelni, de alapvetően mindig arról szól, hogy a versenyszervező az gazdája ennek az eseménynek, és élményt nyújt a versenyzőknek. Nyilvánvalóan megjelentek Magyarországon azok a versenyszervezők, akik ezt tudják nyújtani, és ennek köszönhető a lényeges előrelépés az amatőr létszámban. Laci, te ugye itt Fehérváron egy fiatal, egy több mint egy éves egyesületnek lett idén januárban a vezetőedzője. Te mit mondanál, miért kezdjen-e valaki triatlonozni, hogyha ha így 20-30-on túl, és tényleg most akkor beszéljünk a tömegsportról, az amatőrsportról, az, amit igen ugrásszerűen nőtt az elmúlt 10 évben itt Magyarországon. Miért kezdje el valaki? Hát én úgy gondolom, hogy azért ebben a rettentően stresszes és rohanó világban kell találni mindenkinek valami olyan hobbit, amivel egy kicsit ki tud szakadni a szürke hétköznapokból, és mi lehet erre jobb, mint a sportolás, és mi lehet jobb sportolás, mint az alapsportágak, az úszás, a kerékpár és a futás. Arról nem is beszélve, hogy Székesfehérvár és Székesfehérvár környéke, ez ideális helyszín arra, hogy valaki egy jót bringázzon, egy jót fusson, vagy akár egy jót ússzon, hogyha itt megnézzük, hogy a Velencei tó közelsége, a Balaton közelsége, tehát minden adott hozzá. És akkor, hogyha ezt a három sportágat összekapcsoljuk, akkor meg is van a triatlon, és én azért azt gondolom, hogy nálunk, a mi csapatunknál, hál' Istennek nagyon jó a hangulat, egymást húzzák a csapattagok leedzésre, hogyha az egyiknek nincsen kedve, akkor a másik lerántja, és fordítva. Jó hangulatban telnek az edzések, kikapcsolódik mindenki, sporttól egy jót mindenki, és mindenki úgy megy haza, hogy de jó volt, de jól esett, és újult erővel tudja másnapot kezdeni, nem pedig egy ilyen tompán, mint ahogy általában azok az emberek, akik úgy beletemetkeznek a szürke hétköznapokba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ja is, arról nem is beszélve, hogy hosszú távon ugye az egészségmegőrzés az talán a legfontosabb dolog mindannyiunknak, úgyhogy a sport az a legjobb alap hozzá, a legjobb támogatás hozzá, hogy ez meg is történjen.
Elnézést. Laci elfelejtett említeni, de azt se felejtsük el, hogy az a néhány ünnep hétvége, amikor a versenyekre el kell utazni és ott részt venni, az valóban ünnepnek tekinthető, és ez is egy nagyon komoly élményt ad az embereknek. Én úgy gondolom, hogy ha másért nem, legalább ezért, hogy egyszer ki kell próbálni, és utána fölkészülni a következőre, ezért érdemes triatlonozni. Hát én hétvégén volt a Nagyatádon az Extrémben hosszú távú országos bajnokság, ahol megszámoltam 22 fehérvári teljesítő volt, aki a nevezési lapján lakhelyének Székesfehérvárt adta meg, nagyon sokan még a környékből, úgyhogy hála Istennek itt nálunk is fejlődik. Még egy kérdés a végére, hogyha mondjuk vasárnap este beszélgetnénk újra, akkor mivel lennétek elégedettek, ugye a férfi-női verseny meg a mixváltó érem számban? Hát... Itt a Velencei 23-as EB kapcsán. Én mindenképpen egy érmet azt biztosnak tartok. Ebből nyilván lehet három is. Én úgy gondolom, hogy három fölé nem hiszem, hogy tudnánk menni. Az a nagyon-nagyon ideális, és akkor mindenkinek körülbelül összejött, amit lehetett. De egy érem, az úgy gondolom, hogy az szinte 100%-ig biztos, hogy meg lesz. De ugye sportban ilyet nem tudunk mondani, úgyhogy legyünk egy kicsit szakmai szemmel nézve, bízunk egyben, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Laci, rendben lesz? Részemről én érmekről nem szeretnék beszélni. Ha a versenyzők, minden versenyző, aki részt vett a versenyen, elégedett lesz a saját teljesítményével, akkor én is maximálisan elégedett leszek. Tehát részemről ennyi. Hát akkor én azt kívánom, hogy legyetek nagyon elégedettek a hétvégén, és legyen nagyon sikeres verseny, ne kapjatok, és ne kapjon senki sem hőgutát, mert hogy nagyon-nagyon meleg. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm. Ez volt már a Bajnokok Városa, hogy hallották hétvégén U23-as Triatlon Európa Bajnokság Velencén, hogyha tehetik, menjenek le, csobbanjanak egyet, és akkor szombaton 15 órától nézzék meg a hölgyeket, 17 órától pedig az urakat, és szorítsanak a magyar fiúknak, lányoknak. Én köszönöm már a figyelmüket, viszontlátásra!